Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Advent első vasárnapján töltsön be bennünket az Isten közelsége, otthonainkat járja át az ő melegsége és szeretete. Kegyelem, írgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki volt, aki van és aki eljövend. Ámen. Énekeljük a 312. dicséretünket. Annak is az első két verszakát, 312. dicséretünk első két versét énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. segítségünk, elcsendesedésünk és adventi ünneplésünk megáldása és megszentelése Istentől jöjjön, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, a gyertya lángja, amelyet meggyújtunk a mai vasárnapon, advent első vasárnapján, figyelmeztet és emlékeztet bennünket arra, hogy valaki közeledik felénk. Nem tolvaj, nem rabló, hanem egy áldott vendég. Közeledik felénk Krisztus, közeledik karácsony ünnepe. Közeled szurunk hozzánk is, nem azért, hogy megszegényíts, hanem azért, hogy meggazdagíts. Azért jöttél erre a világra, hogy mi, akik lelkileg olyan üresnek érezzük talán sokszor az életünket. Nekünk, akik sokszor úgy érezzük, mint a Zsoltáros, hogy könny lett a mindennapi kenyerünk, te eljöttél, közel jöttél, és ma is közel jössz hozzánk, azért, hogy ne csak könnyeinket morzsolgassuk, hanem hála könnyekkel teljen meg a mi szemünk. Hogy ne csupán panaszkodásban álljon ki a mi napunk, hanem tudjunk reményt adni másoknak, és mi magunk is őszintén reménykedni. Bizakodni a te megtartó szeretetedben, a boldog jövendőben. Kérünk Krisztusunk, hogy közel egy ma is hozzánk. Mi, akik fizikailag nem tudunk közel menni a templomhoz, nem tudunk újra együtt lenni annak falai között, de mégis közeledhetünk mi is hozzád, és te pedig hozzánk. Arra kérünk, hogy ebben az áldott találkozásban hagy legyen békességünk és nyugalmunk. Köszönjük a mögöttünk levő hét napjaiban is velünk voltál. Dolgaink rendezéseiben, utainkon való járásunkban, futásunkban, rohanásunkban, te köszönjük, hogy vigyáztad lépteinket. Igyekeztél utat mutatni nekünk, bármi sokszor csökönyösen a magunk feje után mentünk. Irgalmaz nekünk, Urunk, és bocsásd meg, ha nem vettük észre azokat, akiket azért rendeltél életünkbe, hogy segítsünk rajtuk, hogy jót cselekedjünk az ő életükben. Bocsásd meg, hogyha önzően csak saját sebeinket mutogattuk másoknak, miközben mások szívesen kiöntötték volna szívüket nekünk. Bocsásd meg, hogyha haszontalan gyermekeinek mutatkoztunk ezekben a napokban. Most kérünk, hogy írgalmas szereteteddel védj bennünket körbe, áraz ránk szent lelkedet, szólj hozzánk a te igéd által, a te igéddel, amely világot teremt, amely majd egyszer újjá teremti ezt a világot, a te igéddel, amely testet öltött, meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és mai napig velünk van lelke által. Szólj hozzánk igéddel, mely meggyógyít, mely megerősít. Kérünk, Urunk, hallgass meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Ezen az ünnepi vasárnapon Isten igéje keresi a mi szívünket, Ézsaiás a könyvének 55. fejezetéből, az 55. fejezet 6. verséből. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Ámen. Kedves ünnepő városbeliek, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, hogy rohan az idő, már advent első vasárnapját ünnepelhetjük. Nemrég volt az, hogy a tavaszi bezártság után végre eljött a nyári fellélegzés, a kirándulások, a pihenések ideje. Nem olyan rég volt, amikor újra megtelt az élet, élettel az iskolák és az óvodák, újra elindultak a munkahelyek, visszarázódtunk az élet valóságába, gyönyörködtünk az őszi táj szépségében, és észesen vettük, hogy peregnek a napok, a hetek, a hónapok, lassan végéhez közeledik az év, eljön sokak számára az évnek a csúcspontja, egy melegséggel, szeretettel teli ünnep, amelyet sokan várnak, akár még egész éven át erre készülnek gondolatban, milyen ajándékot vegyek, hogyan készüljek, hová menjünk pihenni, hogyan töltsük el ezeket a különleges szent napokat és órákat. Valóban nagyon röpül az idő. És főleg azért érzi így az ember, mert ez a járvány miatti időszakban úgy összemosódnak a napok, a hetek. Számunkra a keresztények számára a vasárnap, amely a hétnek egy fontos mérföldköve, most ez is egy kicsit módosult. Nincs az a mindennapi rutin, nincs az a vasárnapi rutin bennünk, hogy elindulunk, felöltözünk és együtt vagyunk a templomba, és újra elkezdjük majd az előttünk levő hetet Isten igéjével. Valahogy úgy összemosódnak a napok, a hetek és szinte kormányrendelettől kormányrendeletig élünk. De a gyertyalángja figyelmeztet, a naptári jegyzés figyelmeztet, kezdődik az advent. Elkezdődik a készülődést, a testi-lelki várakozás karácsony ünnepére, és sokakban mégis ez az advent most egy kicsit a hiányérzetet erősíti majd fel. Mert ott álltunk, sokak szívében talán az űr ez az advent nem olyan lesz, mint amilyen szokott lenni. Ugyan díszkivilágításba öltözött a város, a fenyőfa és az adventi koszorú is ott van a találkozások terén, minden a helyén van. A templom is a megszokott helyén van, a maga pompájával, erős falaival, minden a helyén, még sincs minden rendben. Mert valami hiányzik ebből az adventi képből. Te is én. Minden a helyén, minden ünnepi pompában, de mégsem lehetünk ott. Csak nézzük, elsuhanunk mellette, nem lehetünk ott, hogy élvezzük, hogy betöltsük élettel ezt a rideg adventi képet. Nincsenek ott a hidegtől pirosra csípett arcú óvodások, hogy az adventi műsorokkal megörvendeztessék a családokat, nem csapja meg órunkat a forró tea és a forralt bornak a jellegzetes illata. A kürtős kalácsos sem kínálja frissen sült ropogós csemegéit. Mi hiányzunk a város adventi képéből. Hiába keresnéd, nincs ott a megnyugvásra, lelki békére szomjazók sokasága a templom falai között, nem elegyelednek beszélgetésbe az emberek a találkozások terén, a karácsonyi zene aláfestő harmóniájában. Mert más ez az advent, mint ami eddig volt. Hiába keresnéz az adventi árusoknak, a kerámiából, veszőből vagy textiliából készített díszeit hiányoznak. Hiányzunk erről az adventi városi képről, mert a rendkívüli járványhelyzet ezt nem engedheti meg. Az ember otthonába szorult, ott próbálja megkeresni, megvalósítani, valamiféleképpen megteremteni az adventi hangulatot, a karácsonyra való készülést pedig a közösségben megélt együtt ünneplés, az adventi műsorok, a koncertek, az istentiszteletek, a zenés istentiszteletek, a kézműves foglalkozások, a közös éneklés, a közös imádság, a fények, az illatok mind-mind közelebb emelnek bennünket, olykor tudtunkon kívül is a menny istenéhez. És közben lelkünk, szívünk tisztul általa, mert Isten veszi azt a kezébe hiába keresnéd az eddig megszokott helyszíneket, pillanatokat, illatokat, ízeket, hangokat és embereket. Nem találod. Marad a kivilágított, adventi fényben égő város képe nélküled és nélkülem. Mégis akkor hogyan legyen adventünk? Mit kezdjünk ezzel a négy héttel? Azért, hogy boldog adventünk és majd áldott megérkezésünk igazi karácsonyunk lehessen. Hogy valóban ne kormányrendelettől kormányrendeletig tartson a mi életünk, és azzal számoljuk az idő múlásával, hanem legyen tényleg az ünnep, ünnep, legyen advent, igazi ünnep, igazi készülődés, igazi várakozás Krisztusra. A megszokott ízek, illatok, élmények, emberek helyett most keressük azt, aki tulajdonképpen minden adventünknek láthatatlan része volt. Aki eddig is nyugalmat csempészett szívünkbe egy-egy karácsonyi ének hallgatása vagy éppen éneklése közben. Aki öröm könnyeket csalt a mi szívünkbe, amikor büszkén hallgattuk gyermekeinket, unokáinkat ott a színpadon keressük azt, aki ott volt láthatatlanul. A másik ember mosolyában, amikor felét fordult a téren, a gyertyafényben, egy forró teát szorongatva, még ha tíz percig is, de őszintén szólt hozzád, és te őszintén meghallgattad a didergős időben. Keresd őt, aki advent megszokott élményeivel szemben, ma ebben a pandémiás időben is megtalálható. Keresd az Urat, mondja Jézsaiás próféta, mondja sok-sok száz évvel ezelőtt az ő népének. Forduljatok felé szívetekkel, lelketekkel, egész életetekkel, mert ő nem tűnt el az életetekből. Mondja ezt a népnek, akik fogságban voltak, távol szeretteiktől, családjuktól, otthonuktól, a megszokott országtól és mondja most nekünk is, akik szembesülünk azzal, hogy mennyi minden hiányzik a mi ünneplésünkből, azt mondja, keressétek az Urat, mert ő nem tűnt el. A távolság tartás méterben kifejezhető egysége őt nem érinti. Ő közel van hozzád. Várja, hogy hozzáfordulj, mert ő már hozzád fordult. Kegyelmes arcát fordította a világ felé, amikor eljött Jézus Krisztusban erre a világra. Bűnbocsátó irgalmával fordult felénk, amikor Szent Fiát kész volt odaáldozni a Golgotai kereszten. Keresd őt, őt megtalálhatod. Keresd, amíg megtalálható, amíg keresheted amíg az életet tart, amíg változtathatsz és változtathat lelket halálon túli sorsán. Keresd őt, ne csupán a hiányzó megszokott adventi hangulatot, ízeket és illatokat, mert ezek mindezek önmagukban csak néhány órányi boldogságot adnak. Keresd az Istent! Ézsaiás idejében a babiloni fogságba került nép számára Isten a szabadságot hirdette meg. Megígérte, hazavisztek titeket az ígéret földjére, szabadok lesztek majd, csak bízzatok bennem, várjatok és addig is keressétek az én orcámat, mert Isten a szabadítás Istene. És ezen az adventen számunkra is hirdeti a szabadulást, abból, amiben vagy. Várj rám, keres engem, mondja az Isten. Keresd az Urat, aki szabadító Úr, és kiszabadít a halától való félelemtől, kiszabadít a jövő miatti aggodalmaskodásból, kiszabadítja életünk pontos tervezgetésének a szorításából a mi lelkünket, és felszabadít. Felszabadít a lelkileg fellélegző ember boldog életére. Keresd őt mert ő ma is megtalálható. De hogyan? Ézsaiás próféta a folytatásban ezt is elmondja. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Az Isten keresése, az Istenhez való odafordulás együtt jár azzal, hogy mindig őt keresem. Addig közben elfordulok a bűntől, elfordulok a rossztól. Keresem őt, igent mondok rá, és közben nemet mondok arra, ami elválaszt tőle. Mert hát hogyan is akarna szabadulni egy kerepcébe szorult állat is, miközben önmaga lábait megkötözi, csak tetézi a bajt, nehezíti a kiutást. Boldog szabad életre vágysz. Keresd az Istent, és közben mondj nemet a rosszra. Úgy nem lehet egészséges életet kezdeni, hogy, köz, hogy nagy fogatkozásokat mondunk, de közben azért vásárolok egy karton cigarettát. Úgy nem lehet szabadulni a telefon és az internet függőségtől, hogy mindenkinek megígérem, most már leteszem, de közben egész nap asszorítgatom és öt percenként ránézek. Úgy nem tudok változtatni rossz szokásaimon, szóhasználatomon, világlátásomon, hozzáállásomon, hogy nem tervezem el, hogy nem döntök a jó mellett. Nemet mondani a rosszra, kerülni azt, és helyette választani a jót, keresni Krisztust. Ez a szabadulás útja, ez a változásnak a lehetősége. A kettő elválaszthatatlan egymástól. Elfordulni attól, ami testileg, lelkileg megmérgez, és odafordulni az igazi élet adójához, Jézus Krisztushoz. Így keresd őt, szent elhatározással, buzgó lélekkel, keresd őt imádságait halk mormolása során, keresd igéje olvasása, elmélyült hallgatása közben, keresd Jézus Krisztust ebben a televíziós áhítatban is keresd, és megtalálhatod, mert ő is keres. És ebben a szent találkozásban megvalósul Advent csodája. Függetlenül attól, hogy járvány van vagy nincs, hogy gyülekezhetünk vagy nem, hogy online gyújtjuk az adventi koszorú gyertyáját, vagy élőben. Ha Krisztust keresed ezekben a napokban, akkor az örök boldogság nyomába szegődtél, és nem hiába keresed, hanem rá fogsz találni. Betölti lelkedet a mennyei nyugalom és békesség, és reménység gyullad szemedben, szívedben. Kedves Adventet ünneplő testvérem, lehet sok minden hiányozni fog ebből az Adventből más úton közeledünk karácsony felé, mint az eddigi években. De Krisztus ma is megtalálható. Őt kerest hát, és adventet boldog lesz, teljes lesz, hiánytalan lesz, és életed pedig örök élet lesz. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Fürkésző szemmel figyeljük az adventi fényekbe, karácsonyi hangulatba öltözött világot. Keressük benne saját helyünket, keressük azokat a pillanatokat, alkalmakat, amik még megmaradtak ebben a járvány sújtotta világban, amiket még engedélyeztek, amiket még élvezhetünk, amelyek még lelkileg megtisztíthatnak bennünket. Te látod, hogy lehetőségeink milyen korlátozottak mégsem panaszkodni szeretnénk, mert éppen a te igéd elénk tárja a legfőbb utat. Mert sok mindenről talán le kell mondanunk azért, hogy vigyázzunk egymásra, egymás életére, de köszönjük, hogy a legfőbb út még mindig szabad. Az az út, ami igazi adventhez, boldog megnyugváshoz és örök élethez vezet. Az út még mindig szabad hozzád, Krisztusunk. Kereshetünk téged. Kereshetünk, mert még megtalálható vagy. Még nem telt le a kegyelmi idő, még van türelmed ehhez a világhoz. Még nem ítélsz a világ felett. Kereshetünk téged, és megtalálhatjuk a te orcádat Krisztusban. Nem az ítélkező Istent, nem a büntető Istent, nem a kegyetlen Urat, hanem a végtelenül szerető, hűséges Isten orcáját. Keresünk téged, Istenünk. Ha sok mindent el is veszítettünk, elhagytunk ebben az évben, téged nem akarunk elveszíteni. Hozzá jövünk megnyugvásért, reménységért, békességért, előért. Elhozzuk neked hálánkat, köszönetünket, mindazért, amit kaptunk tőled. Családunkért, szeretteinkért, munkánkért, a mindennapi kenyérért, a meleg hajlékért. Hálát adunk azokért, akik értünk, fáradoznak, dolgoznak. Hálát adunk, Istenünk, a gyógyulásokért. Kérünk vigyázz azokra, akik talán családunkban, betegségben szenvednek. Segítsd őket, adj számukra felépülés, gyógyulást. Oltalmazd a gyenged szervezetőeket, az időseket. Urunkat, hogy mi is legyünk annyira tapintatosak, hogy figyelünk egymásra és nem csak magunkat védjük, hanem a ránk bízottakat is. Kérünk Krisztusunk, adj nekünk elég bátorságot ahhoz, hogy miközben keressük a megnyugvást, a boldogságot és az örömöt ezekben a napokban, miközben keresünk téged, tudjunk hátat fordítani és nemet mondani a rosszra. Mind arra, ami elveszi a mi életünket, mind arra, ami megkeseríti, ami fogva tart, ami bűnnel tölt el tudjunk elfordulni a rossztól és odafordulni hozzád. Keresni nem a hamisság útját, hanem a jó útat. Kérünk, Urunk, légy a gyászolókkal, azokkal, akik ezen a héten ravatal mellett kellett megállniuk. Kérünk, Urunk, oltalmazd azt a családot is, aki Hajdú Zoltán, kedves testvérünk, ravatala mellett kellett megállnia ezekben a napokban. Hálát adunk azért a hetven ösztendőért, amelyet ő közöttünk élhetett. Vigasztald az ő szeretteit, szerető családját. Hallgass meg és erősíts bennünket, áld meg adventi ünneplésünket. Te, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Együttérző szívvel hirdetem, hogy a mögöttünk levő héten eltemettük egy időre, búcsút vettünk ki már néhai Hajdú Zoltán kedves testvérünktől, aki Isten kegyelméből 70 esztendőt élhetett, Isten végasztaló kegyelme szeretete legyen a gyászoló család minden tagjával. Szeretettel hirdetem, a kedves református testvéreinknek, hogy elérkezik december hónap, az év utolsó hónapja, és református egyház tagként kötelességünk is, szolgálatunk is, hogy segítsük egyházunk működését, állandó kiadását. Ezt nevezzük úgy, hogy az egyház fenntartói járulék, akik ebben az esztendőben még nem fizették be, azt megtehetik átutalással, vagy éppen a lelkészi hivatalban. Most már december hónapban kedden és csütörtökönként nyitva lesz a lelkészi hivatal, megszokott időben 9-től 11 óráig eljöhetnek és rendezhetik akármilyen gondjuk, problémájuk van akik nem átutalással, vagy nem személyesen szeretnék befizetni az adományaikat, azok megtehetik csekken is, hogyha jelzik a lelkészi hivatalba, akkor eljuttatjuk számája, számukra a csekket, amelyen keresztül befizethetik adományukat. Urunk áldása legyen az adakozó kedvű testvérek életén is, szeretteik életén is. Vigyázzunk egymásra, közeledjünk Istenhez, és ő is közeledni fog hozzánk. Megáldja városunkat, családunkat, megáldja adventünket, megáldja majd ünnepünket. Addig is ő legyen életünknek, gyülekezetünknek, városunknak és egész magyar népünknek őző megtartó, kegyelmes pásztora. Mielőtt fogadnánk Isten áldását, énekeljük a 312. dicséretünk harmadik és negyedik versét, 312. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük, az úr elé határod a szív alázatát. közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Mindenkihez, aki igazán hívja. Ámen. Áldás békesség viszontlátásra.